Tóth István vagyok, és a Másta utasállátó központban dolgozok. A 9-es vágány mellett az emeletem van a utasállátó központnak az irodája, és ott dolgozok a belső irodában, közvetlenül a főnök irodája mellett. A mi irodánkból nyílik a főnök egyik ajtaja is. Ki az a főnök? Mészáros Andrásnak hívják a főnökömet, az utasállátó központ vezetője. Főnök, azt mondod, főnök, az azért valami pozitívat is jelent. Hát én nem tudnék róla pozitívan nyilatkozni. Igazándiból nagyon csalódtam, ahogy megismertem már egyből, ahogy hozzám került, mert hát ilyen főnököm nem volt még, mint a Mészáros András. Kicsit olyan, mint egy nagyon nőtt óvodás, szóval ilyen számomra nagyon morbid, furcsa viccei vannak. Milyenek például? Hát, ellopkodja a takarítónőknek az eszközeit, a felmosót, a seprűt, élvezi, röhög rajta, hogy ők keresik, nem tudják a munkájukat végezni, és ott keresgetik a tartalmat. Ez komoly, mert ő tulajdonképpen olyan, mint egy SSK vezető, vagy legalábbis egy központ vezető. Igen. Hát én nem is értettem, szóval én nagyon ledöbbentem. Először, amikor először megtörtént, akkor néztem is, hogy nem Andi kamera, hogy valami vicc van itt, hogy az én központvezetőm, az én főnököm így viselkedik. De hát ilyen viccei vannak a közvetlen kollégáival is, hogy ajtókirincsre ráakasztja a szemetesvödőt, vizesvödőt, hogyha benyit, akkor kiboruljon, vagy ha kimegy a WC-re a kollega, akkor teleszórja az asztalát ilyen konfettivé darabot, ilyen iratdarabokkal, és utána kénytelen a kollega összeszedni. És akkor ő ilyenkor ilyen lábújhegyen oda lopakodik a... Igen. Nagyon figyeli, megfigyeli, hogy mikor megy ki a kollega a WC-re, aztán gyorsan, nagy, gyerekes, lelkes örömmel odarohan az ajtóhoz, és ráakasztja a vödröt, és utána félig elbújva figyeli, hogy milyen hatása lesz annak, amikor kinyitja a kollega az ajtót. Szóval... Csak ilyen köszönöcsét a kollégák mit csinálnak? Hát igazániból meglepődve nézik általában, van, aki próbál rajta nevetni, úgy csinálni, hogy... De talán a főnök jó indulatát szeretné ezzel kiharcolni, hogy akkor ő nevet a főnök viccén. Én akiket, kollégákat jobban ismerek, azoknak inkább a megdöbbenést látom az arcán, hogy a mi főnökünk, a Mészáros András ilyen vicceken nevetve érzi jól magát, szóval számomra ez megdöbbentő, és jó pár kollégának az arckifejezésén ezt látom, hogy számára is megdöbbentő ez. Egy utasállátó központ vezető ilyen viccekkel mulatja az időt munkaidőben. Ő ezeken nevet? Ezeken hihetetlenül nevet, és nagyon jól érzi magát. Tehát ilyenkor ő rendkívül felszabadult, és nagyokat tud rajta röhögni, rendkívül módon élvezi ezeket a furcsa gyerekes vicceket. Nagyon jól érzi magát. Éppen olyan jól érzi magát, mint amikor ellenőrzésekről láttam megjönni, és amikor olyan esetekben, ahol ő úgy gondolta, hogy lebuktatott valakit, vagy ilyen felhangon mesélt egy történetet, hogy követték, és az autójával el tudott úgy menekülni, vagy el tudta csalni az állítólag őt követő valakit, hogy talán a rendszámát ne tudja felírni, és ilyen gyerekes, önfelett élménye mesélte, röhögve, szóval nagyon élvezte, nagyon élvezi ezeket a helyzeteket, ezeket a gyerekes vicceket, vagy netántán azokat, hogy ellenőrzésen ez szerint elkap valakit, vagy ilyen furcsa, ilyen ügynökszerű helyzetekbe keveredik, nagyon, nagyon jól érezte magát. Nem lehet, hogyha más tart meg tudja, hogy van egy James Bondja. Hát lehet, hogy nem, igen, van egy James Bondja, aki bármire képes, ha jól tudom, képes beöltözni, bakembernek is, hogy jó legyen. Tehát ő ez azért mindent megtesz azért, hogy egy 007-es ügynökként kiemelkedjen. Csinos, fiatal takarító nők járnak be hozzánk, és kifejezetten velük kacélkodik, szemezget. Igazándiból, amennyire jó emberismerő vagyok, ő nagyon élvezi az ilyen fiatal lányoknak a társaságát. Elképzelhetőnek tartom, hogy egyfajta közeledésnek fogja ezeket a vicceket fel valamilyen szinten, amikor jönnek ezek a takarító lányok. Hát tulajdonképpen ilyen viccek az óvodában voltak, igen, hogy meghúzod a haját, és akkor igen, a lány ezek szerelmi vallomás. Ezek ilyen óvodai viccnek tűnnek számomra is.
de olyan, mintha ezekkel úgy imponálni próbálná ezeknek a fiatal lányoknak. Ilyen érzésem van, amikor ezeket a vicceket látom. És a lányoknak milyen érzésük van? Hát őket borzasztó kellemetlen. Én azt látom, hogy nagyon kellemetlenül érinti. Azon kívül, hogy feltartja a munkájukban, azon kívül én azt látom rajtuk, hogy nem tudják hova tenni. Én legőbben is látok az arcokon. Felháborodni valószínűleg nem mernek, de rajtuk is azt látom, mintha tartanának a Mészáros Andrástól. De hát valószínűleg női vívótukban rendkívül megsértve érezhetik magukat. Nagyon furcsa légkör az irodában. Nagyon furcsa. Amióta Mészáros András a főnök, azóta egy nagyon depressziós hangulat van. Igazából a kollégákon azt látom, hogy félrettek mindenki. Igazából nagyon rossz ilyen munkakörülményben dolgozni. Kollégákról tudok, akik azóta, amióta a Mészáros András a főnők, nyugtatót szednek. Tehát igazából egy olyan légkört sikerült a munkahelyen kialakítania, ami gyakorlatilag már majdnem, hogy elviselhetetlenné teszi a munkahelyi légkört. Nem akarok elkeseríteni, de ezután a felvétel után valószínűleg a viszonyatok nem fog optimalizálódni. Nem hiszem, hogy optimalizálódni fog, de hát, mint mondtam, nekem még nem volt ilyen főnököm, mint a Mészáros András, és én nem is találnám meg egy ilyen emberrel a közös hangot. Eddig minden főnökömmel megtaláltam a közös hangot, de vele nem tudom elképzelni. Tehát én nem tudok partner lenni ilyen gyerekes viccetben, én nem tudok rajta rövni, én kifejezetten megdöbbent engem, hogy ilyen főnököm lehet. Felháborítónak tartom, hogy egy állami vállalatnál, egy központvezetői pozícióval egy ilyen mentalitású ember kerülhetett, ilyen viselkedéssel, ilyen tiszteletlen magatartással, sok esetben a kollégák irányába. Igyekszik nyomást gyakorolni a kollégákra. Sokszor azt érzem én is, azt látom kollégákon is, hogy megfélemlítve érzik magukat. Ha valamit akar, valamit nem úgy csinálnak, akkor a beteges vicciből egyre átugrik egy ilyen diktátorszerű megfogalmazássá, egyből olyan hangnemben, olyan stílusban beszél az emberekhez, hogy megfélemlítve érezzék magukat. Itt fölmész dolgozni, mit vársz, találkoztok az irodában? Én azt várom, hogy nagyon nagyon nyomatékosan el akar talán távolítani, vagy megpróbál megkérni, vagy éreztetni velem, hogy nincs itt helyem, talán ezt várom. Tehát bármire fel vagyok készülve, nem lepődnék meg, ha el akarom küldeni, talán.